És látszik itt Osba, a Binding of Isaac Rebirth, stb. Mindenki ismeri a dörgést, ahogy már többször is mondtam, de hát... Már megszoktam ezt az üdvözlést, ezt a videókezdést, úgyhogy nagyon nehéz lesz róla leszokni. Oké. Nem egy rossz kezdés, 5 darab plusz bomba. Plusz ugye némi bomba offenzíva. Hiszen ilyen lángokat hagynak a bombák a robbanás után, ami engem nem sért meg, viszont minden ellenfelet igen, úgyhogy ja, ez a jó kezdés, főleg hogyha találok tüntudrakot meg ilyesmi. A terv az a szokásos, a kivitelezés valószínűleg a szokásos, aztán hogy mi lesz belőle, az egy jó kérdés. Ebben a helyzetben úgy érzem, hogy mivel egyrészt a szikrotrumot is jövessé meg, talán másrészt meg több bombám van sokkal, mint kulcsom, ez egy jó ötletnek tűhet. A cikrotum nem lett belőle, viszont belőle egy kulcs. Úgyhogy hát mivel nem vállaltam olyan hatalmas kockázatot, ezért nem is lett belőle veszteség. Nem is lehetett. Úgyhogy hát... Tintidrák nem nagyon van sehol, úgy látom. Egyelőre, úgyhogy ez nagy baj. Viszont megkaptuk a második kulcsunkat is. Jó lenne 5-szer plusz egy Soul Heart a következő szintre. Arcade is minden egyéb finomság miatt. Egyébként meg nem tűnik olyan borzasztónak eddig ez a kör. Még egy kulcs, persze! Simán belefér még a consumables közé. Még két bomba, ami azért mondom nem túl rossz, mert egész jó kis offenzíva ez így. Fölösleges kimenni visszajönni, ez is egy régi szokás. És így tudok szerezni egy Tinted Rockot egy chesttel együtt, amiben két bomba van, szóval ingyen kaptam két Soul Heartot kb. Plusz még pár centet, úgyhogy meg lesz az 5 cent, meg lesz a Soul Heart a következő szintre, ennél többet a Gracementől nem lehet várni. Legfeljebb egy-két használható itemet, és a Blasting Balms az mindenképpen használhatónak számít. Így az elején amúgy is consumables hiány van, úgyhogy ez az 5 bomba az fontos lehet. És mint láttuk, ezzel tudtam elérni a Tinted Drakot, úgyhogy igen, az volt. Oké, tökéletes. Nem volt ez egy túl komplikált boss. Oh, wow. Oké, ezt fölveszem természetesen. És a health up-ot rirollom, egy másik health up-á. Azért rirolloltam, mert hát ugye... A Fate is health up. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy kettőre nem feltétlenül van szükségem. De a játék úgy gondolta, hogy jó lesz ez nekem. Oké, nézzük még egy Secret Roomot, ha lehetséges. Ez egy remek első szint eddig. Egy kiváló első szint. Nézzünk pár pirulát a rotációból, kíváncsi vagyok rájuk. Már hogyha kapunk persze. Ott van kettő, ami ugyanolyan. Két darab Tears Down. Megint jók a pirulák, úgy olybá tűnik. Igazából a Super Secret Roomnak olyan hatalmas jelentősége nincsen. Abból a szempontból, hogy Eternal Heartunk már megvan. De azért még megpróbálom megtalálni. Nagyon meglepő, hogy nem itt van, nagyon valószínűleg tűnt, hogy itt lesz. De olyan sok felé már nem lehet, úgyhogy valószínűleg egy bombát még megér. Aztán azzal sincs meg, akkor kicsit csalódottam, de megyünk tovább. 13 cent az még éppen nem elég. Itt fönn kéne akkor lennie, máshol már nem nagyon lehet. Ezek szerint tévedtem, úgyhogy gyanítom, hogy Item Room környékén, Item Roomból is nyílhat ezek szerint, ilyeneket még sose láttam. Annyira érdekel, hogy jól lehet, hogy szinte közel állok hozzá, hogy eltoljam ezt a World kártyát. A boltba még nem megyek be. Igaz, kéne a Sharp Plug, de a következő szinten még nincs jelentőség, ott biztos ördögszobánk lesz, aztán az utánira meg majd valahogy összeszedjük. Seller. Ez abból a szempontból nem nagy baj, hogy van három nem piros szívünk mellesleg, meg a World kártya ezen a szinten tök értelmetlen lesz. Curse of the Lost miatt. Au. Valahogy elkerült a figyelmet az Eternal Fly. Abban tudok reménykedni, hogy picit jobban játszom az előző részben látottaknál, ahol pocsék volt. Az egész játékon valahogy nem állt össze, kör végére se pedig. Ha rosszul is kezdek, általában a végére többé-kevésbé sikerül korrigálni. Valahogy ez egy ilyen körülött, és ennek ellenére is nyertem, hiszen kerrizett a Troll Engine. Mutant Spider, Guppy plus Abaddon. Többet nem is mondok, ennyi bőven elég.
Hát egy elég gyenge item, de remélhetőleg ezzel kikerül a shop item poolból, úgyhogy onnan már nem kapjuk meg. Kis DPS-ább kéne hamarosan, ugyanis Isaac alap DPS-e alatt vagyunk egyelőre, ami borzalmas. És itt egy hauntot kapunk, én nagyon-nagyon szomorú leszek. DPS-ább többféle lehet, Tears-ább vagy Damage-ább, legfőképpen ebből a kettőből valamelyik kéne. Most már szívesen mennék boltba, de nincs kulcsom egészen eddig a pillanatig. Biblia plusz Bagabomb. Plusz egy reroll. Oké. Lehetséges, hogy a shopot fogom rerollolni, mert nagyon kéne az a sharp plug. Csak hát nem a legegyszerűbb dolog összeszedni. Te mit tudsz? Change. Értékes lehet. Arja a Wizard meg pocsék. Oké, továbbra sincs Small Rock például, de ezek a Tinted Rockok nagyon kifizetődőek egyelőre. És hát itt el leszek én addig a Arja Wizarddal, amíg szétlövöm a tüzeket. Remélhetőleg utána már lejárnak. Ezt egyszerűen utálom. Az egy World kártya, az pedig egy Change. Mind a kettő fontos szerepet tölthet be. Mind a kettő, illetve a Change közelebb hozhat az állított Sharp Luckhoz. A World kártya pedig segített megtalálni egy-két Secret Roomot. Nem ezen a szinten, ahogy mondtam, de talán a következőn. Ha minden jól megy persze. Tessék fölrobbanni. Nem is robban föl tényleg, teljesen mindegy. A lényeg, hogy elkerüljük Hauntot, mert ez egy borzalmas DPS és nem elég hozzá. Nincs kulcsom. Eddig mondjuk boldog vagyok, hogy minden aranyládát kinyitottam, egy fétet kaptunk belőle. Nem tudom, hogy fét jobb vagy a Cricket's Head. Mind a kettő felettébb hasznos nagyon sokszor. Fét persze akkor nem nagyon sokat számít, hogyha az... misclick. Szóval, ha az embernek van már alapból repülése, de hát akkor is egy health up-ként foghatja fel. Pin, oké. Épp akartam mondani, hogy ha esetleg haunt lesz, akkor ez a két bomba pick-up nagyon fontos lehet, mert a máshogy nem majd bombákkal megölöm, de akkor is, hogyha az elég költséges módja egy boss elintézésének. De hát azért pinnel látszik, hogy a DPS-ünk borzalmas. Nem nagyon siet meghalni. És hát ugye most DPS up-ra nem nagyon számíthatom, kivétel, hogyha a boss dob egy Halo-t vagy Magic Mushroom-ot, de ugye hát az ördögről le kell mondanunk ma is. Mondjuk Lamp of Call még lehet belőle, nagyon örülnék neki. Igazából az angyalkörök legnagyobb erőssége az, hogyha találsz egy korai Goated-et, az első ördög szobából szerzel egy Lamp of Call-t, és utána meg temérdek angyal itemet. Ez lenne az ideális, de ez még egyszer sem jött össze szerintem. Vagy a korai Goated, vagy a Lamp of Call nem stimmelt. Vagy a rengeteg angyal item. Mert indokolatlan esetben is ördögöket adott. Illetve ördög szobákat, és ezáltal közvetve ördög itemeket, amiket végül is ott kell hagynom, úgyhogy... valahogy ez még nem akar körvonalazódni. Sikerült kimondani ezt a borzasztóan nehéz szót. Ebből már nem lesz Lamp of Call. A box az jó lehet egy jó trinkettel. Ez nem egy jó trinket, meg nem egy jó kártya. Meg nem egy jó pirula, úgyhogy ez egy pocsék box volt. Viszont muszáj volt elvinnem, mert shopot szeretnék rerollolni. Minél többször. A Tower kártya értéktelen, a World-ot fogom tovább vinni, biztos, hogy a Perth-ot elhasználom ezen a szinten. Mivel a Balga Bomb és a Biblia is elég haszontalan, ezért rerolloljuk mind a kettőt. Rerolloljuk még egyszer. Oké. Hát egy halom cucc kiment az item poolból, igazából rerollolhatnám még egyszer. Kis pénzt kölcsön kell vennem. Sőt, igazából teljesen fölösleges volt, van arcade szinten. Nézzük még egy kicsit körbe. Starter deckelnek örülnék, már csak azért is, mert szarok a pirulák, és olyankor ugye összes pirulát lecseréli kártyákra a hátralévő játékidőre.
Egy harmad gápi. Igazából... Ja, hát fölveszem, esélyem nincs, hogy rolloljam. Kaphattam volna egy markot, pektet vagy valamit, de ennek is örülök igazából. Ó. Oh. Inkább vele foglalkozom. Oké. Okay. Gimpi plusz gapi farka. Két igazából ördög item, csak nem a legjobbak közül. Gimpi itt mondjuk segíthet jó sokat. Egész jól sült el a dolog. Ő is adhat egy jó itemet, bár ugye nem szeretnék túl sokat lejátszani. Ez nem fog segíteni. Az sem. Ahogy az sem. Oké, még egy health up. Lassan sok lesz, pont ezért rolloltam az első szinten is. Egy centet csak dob. Nem, nem dob, úgyhogy kénytelen leszek Curse of the Lost-on megtalálni a Super Secret, illetve a Secret Room-ot. És esetleg a Super Secret Room-ot. Lehetséges, hogy itt van. Vagy itt. Oké. Itt sincs pénz. Meglepő, lehet, hogy ott kell maradjon a starter deck, vagy még egy keveset kölcsön kell vegyek, ami elég nagy gáz, hiszen még nincs meg a 900 cent. Úgyhogy lehet lemondok a starter deckről. Item roomban mink volt? Ja, igen. Semmi érdekes. Worldot visszük tovább. És... mondjuk eltolhatjuk itt a tower kártyát, hát ha talál egy lejáratot a Black Marketre. Ha más nem, akkor kapunk pár centet. Igen, Blasting Bombzal nem olyan borzalmasan rossz a tower. Picit nagyobb sebzés biztosít. Hiszen működik a szinergáció, de inkább hagyjuk. Oké, következő szinttől már lehetséges az angyalszoba. Akár. Úgyhogy igazából innentől kezdve kezd komolyodni a játék. Nagyon kéne az a Goathead minél előbb, még ezen a szinten. Ez egy pocsék Curse Room volt, de ezt nem kell külön kiemelni. Ti is láttátok, itt megnyissunk ki mindent. Pont a Goathead reményében. Mivel nem vettem starter decket, ezért hál' Istennek itt vannak a piruláink, amik... Az egyik azt hiszem már is Tears Down, hogy örüljek. A másik meg a jó ég tudja micsoda. Au. Addig nincs baj, még van jó pár Spirit Heartunk. A legnagyobb probléma a sok piros színnek az az, hogy sok esetben ott kell hagyjam a Spirit Heartokat, vagy Black Heartokat. És ez nem éppen kifizetődő. Speed up. Nem hiszem, hogy szükséges, bár repülni tudok, úgyhogy... Ez a rohadt sok consumables a földön zavaró. Ó, 48-ra energia, na az már egy kedvemre való pirula. Nagyon kell a sharp plug, úgyhogy remélem ez is dupla itemes bolt lesz. DPS-ünkkel továbbra se tudok mit kezdeni, értékkelhetetlen. Úgyhogy ezen sürgősen változtatni kell. Következő szinten egy már angyalszobát akarok látni. És ahhoz nem szabad, hogy szólhártokat veszítsek túl nagy mennyiségben, hiszen semmi nem pótolja őket. Nagyjából mondjuk csak a Gimpi, de ő sem igazán túl nagy elánnal. Végre vége ennek a challenge roomnak, életem egyik leghosszabb challenge rooma. Bloody Penny, elvihetjük egy egész jó trinket. Vagy viszonylag jó trinket, inkább így mondom. Elég nagynak tűnik ez a szint. Ez megint egy borzalmas szoba, és nagyon sokáig itt leszünk. Kivétel, hogyha leöngyilkolják magukat a tüzön. Au. Jó, inkább dögölj meg. Gimpi most sem aktiválódott. Ja, ez katakomba egy, itt nem lesz biztosan arcade. Random Blood Donation Machine lehet, és annak örülnék is, bár ugye a health up most már annyira nem nagyon
kifizetődő, de pénzt szívesen farmolnék. Ez egy könnyű szoba, ha és amennyiben van türelmünk a biztonságos helyen maradni végig, és megvárni, hogy jó helyre álljanak az ellenfelek. De nekem ez általában nincs türelmem. És általában az lesz a vége, hogy megszívom. Bloody Penny igazából Sharp Luck-gal nagyon jó. Persze búcsút kell mondjunk a Soul Heart-jainknak abban az esetben, ezért is kéne nagyon a Goathead. Hiszen abban az esetben is jelentősége a piros szívsérüléseknek, és abban az esetben health up-ok nagyon felértékelődnek, hiszen könnyebb piros szívet találni, főleg Bloody Pennyvel, mint kéket vagy feketét. Úgyhogy abban az esetben a minél több piros szív a nyerő taktika. Tehát a Goathead elég nehéz összeszedni ördögszobák nélkül. Nagyon mákos curse room-ok kellenek, nem olyan, mint ami ezen a szinten volt, hanem amilyen mondjuk az előzőn. Ezek szerint van még ellenfél valahol. Egészen eddig a pillanatig. Előbb volt. Előbb egy dupla reroll. És aztán majd megint egy dupla reroll valószínűleg. Ez sem feltétlenül rossz. Nem jöttem ettől sem lázba. Ja, igazából... Egy rerollt még megérdemel a bolt. És már tényleg remélem, hogy hamarosan kimerül az item pool és megkapjuk az állított sharp lagot. Offenzívánk az, ami tényleg borzalmas, de ahogy mondtam, most már lassan elkezdhetek akkor bombákat használni emiatt, vagy ebből a szempontból. Ez mindig nem az. Úgyhogy kénytelen leszek egyelőre szobákat teljesíteni. Egy darab elemet szeretnék vésztartalékba megtartani. Nyilván egy sima reroll elég nekünk az angyal szobára, hogyha esetleg megkapjuk ezen a szinten, ami nem nagyon valószínű. Úgyhogy mivel nem maradott az angyal szoba, mivel nincs goldheadünk, ezért nem tudunk visszamászkálni és rerollolgatni állandóan, úgyhogy oda még nem kellenek az elemek, csak abban az esetben, hogyha megkapjuk a Goathead-et. Oh. Ja, ez baj. Ez egy borzasztó szoba. Kicsi DPS-sel. Meg hát alapból sem egy könnyű szoba általában. Katakomba 2-n azért, vagy katakomba 1-en azért ritkán van az embernek annyi DPS, hogy ezt a szobát biztonságban tudja teljesíteni. Tuti, ami ziher, próbáljunk meg rerollt összeszedni, ha nem, akkor fölveszem az elemet. Hát, ha tényleg körülbelül 20%-nak a 20%-a, ami úgy nagyjából 5%, ennyi esélyünk van az angyal szobára. Vagy 30%-nak a 20%-a, ami meg 6, úgyhogy se sokkal több. Úgyhogy nagyon nem sok. Ó. Oh. Aminek a leginkább örülök az az, hogy van 48 óra energia pirula a rotációban. Ez nagyon kell egy jó angyal körhöz. És a másik a Goathead, ahogy sokszor mondtam. Ő még viszont nincs. Ó, oh, Champion Peep. Hál' Isten tudok repülni, úgyhogy tényleg bombákat fogok napestig használni. Hiszen nem szenvedhetek piros szívsérülést. Hát az a bomba totál haszontalan volt, de megpróbáltam beleugrasztani a tűzbe, ami most nem jött össze sajnos. Gyere, gyere, gyere. Megint egy értéktelen bomba, de most benne volt a tűzben legalább. Úgyhogy talán most már több bombát nem fogok elhasználni, és talán piros szívsérülésre fogok bekapni. Úgyhogy én megint megtettem mindent. Ah, utána, amikor összeütközik a két szem, totál kiszámíthatatlan, hogyan folytatják az útjukat. Oké. Okay. Gimpi már nagyon régóta nem adott semmit, úgyhogy lassan itt lenne neki az ideje. Igazán megdögölhetnél már, nem tudom, hogy 6 bombát használtam itt el, és nekem erre nagyon sokáig eltartott. Thorn fotó az nekünk tökéletes. Egy nagy tírzap. Úgyhogy rerollhatom a boltos itemeket.
és még egyszer, bár a Habit kecsegtető, de korán sem annyira jó, mint a Sharp Plug. Nem nagyon van Spirit Heartom, ez baj. Nem tudom, most már hányadszorra rirollolom a boltot, de most már ideje lenne ideadni azt az átkozott itemet, és akkor haladhatunk tovább. Nine voltot nem szabad fölvennem. Ó, hiszen tönkre vágja a Sharp Plugot. Ha és amennyiben sikerül felvennem, akkor arra is kitérek, hogy miért. Egyelőre nem mutatnálok ezzel benneteket, hiszen irreleváns információ. Inkább haladjunk tovább, és próbáljunk meg egy kézt kapni. Persze erre nincs befolyásunk, és hát nem is jött össze. Úgyhogy katakomba már megint. Peepen túl vagyunk. Nem tudom, melyik boss az, ami még nehéz ezen a szinten. Kaphatunk egy holót, vagy egy huskot, és akkor minden rendben van. Vagy kaphatunk valami dupla első szintest. Akár dupla Duke of Flies. Igazából azzal is elégedett lennék, vagy hát nem lennék szomorú. Ez a szinte lehet már Greed a boltban. És hát tényleg ott tartunk, hogy most már lassan a bolt item poolját is kimerítjük. Csak az van, ami nekünk kell. És valahogy mostában mindig ez van. Ugyanannyi esélye kirollolhatná bármelyik itemet, és mindig az marad a végére, amire szükségem volna. Nagyon troll a játék. Ez a tornfotó mondjuk fog segíteni. Kétség ne férjen ehhez. Elég sokat. Ez mindig az alap Isaac damage. Jó, talán kapok elég kulcsot. Így meg aztán pláne. Bár ahogy mondtam, talán kifizetődő a Bloody Penny. Főleg itt van egy arcade, bár inkább arcade-on is lehet kulcsot farmolok. Szóval a Bloody Penny kifizetődő, hogyha sikerül a Sharp Plug-ot megszerzni. De egyrészt nincs Sharp Plug-unk, másrészt van Gimping. Ó, oh, full health. Így farmoljunk pénzt. Hát akkor majd így farmolunk pénzt. Az a 48 óra energia, vagy inkább a full health? Inkább a full health. Az nekünk jó. Szinte biztosan fog fizetni a Demon Beggar. Ohoho, óriási fogás. Pénzre most már gond nincs. Magician, Fool, Ceremonial Rose, Damage Up plusz 3 Soul Heart. Sajnos ez nem a 48 óra energia. Fool meg a Magician ugyanolyan egyenrangon értéktelen. Na, igazából ez nem feltétlenül igaz. De nem túl értékes, maradjunk annyira. Hát kulcsa nagy gondunk nem lesz, meg a pénzre sem. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. 3 cent 2 kulcs, egy bombáért. Sőt, 5 cent 3 kulcs. Nincs greed, viszont csak egy item van. Amit egyelőre még nem is rerollolok. Jó, most már van egy kis damage upunk legalább. Meg egy jó kis tier upunk is a tornfotóból. Kezd formát ölteni ez a kör is megint. Persze a Ceremonial Robe Drop nagyon kellett hozzá. A little gish, igazából örülök, úgysem tudom rerollolni, úgyhogy haladjunk tovább. És már azért olyan jól állunk, hogy nagyon a piros angyalton sem tartanék. Mind HP ügyileg, mind damage vagy DPS ügyileg. Ez a korai Faith pickup nagyon-nagyon fontos volt, és ez a Ceremonial Robe kb. A másik legfontosabb. Nem csak a damage upja miatt, hanem azért, mert így kb. Garantáltuk magunknak, hogy megkapjuk a special roomot a boss után. Aztán, hogy az angyal lesz vagy ördög, arra megint csak nincsen befolyásunk. Úgy tudom, a Ceremonial Robe-nak tényleg erre semmiféle hatása nincsen. Van reroll, van bomba. Oh. Persze, van nehezebb boss. A Carrion Queen. Borzalmas. Úgyhogy, hát valahogy túl kell rajta lenni, különösebb problémák nélkül, ami elég nehéz. Örülök a Ceremonial Rope pickupnak, ezzel van egy kis esélyünk ellene, hogy komolyabb veszteségek nélkül le tudjuk a fightot. Orviszketésen is túl vagyok most már.
kis belső info. Igazából még két bombát használhatok. Ennél azért jobban kéne, úgyhogy csaljuk ide legalább a tűzszerző, hogy valamennyire hasznos legyen. Így van. Gyere vissza. Ide. Cic-cic. Eltűnt már. Lassan a második fázisa van, ami nem kevésbé idegesítő, mint az első. 1/3 HP környékén. Ha, utálom ezt a bosst. És ez nem is a champion, ahol szíveket rak le és azzal lehet sebezni, hogyha azt megöljük. Úgyhogy... valahogy most már túl leszünk rajta, az Little Gishebb sokat segített most, nagyon sokat. Úgyhogy, hát... megkapjuk azt a special roomot, ez most már szinte garantált, még akkor is, ha most egyszer eltalált és ezzel a saját halálát okozta. Ördög. Fucking darn it. Rahadjon meg, ahol van az egész világ. Most egy Nine Lives-ra mondtam nemet erre. Remélem most már értékeli a Troll Engine. PhD. Vegyük ezt meg. Menjünk a Curse Roomba. És lehet, hogy az lesz a vége, hogy felveszem a PhD-t. Csak azért, mert Simple Reroll az nem nagyon éri meg, a dupla lenne az igazán kifizető, de ez megint egy szar Curse Room. Au. Főleg, hogy egy egész Soul Heart-ot veszítek itt. Kösz a semmit. Nézzük még egy picit körbe. Ez nem jó nekünk. Hirtelen azt hittem, hogy ezzel most meg... hát bár... dehogy nem jó nekünk, kaphatunk 48 óra energia pirulákat. Vagy hát már egy is sokat segítene, akkor lehet, hogy rollalom a PhD-t. Na, hogy kapok egy Tears Down pirulát, akkor valószínűleg meg felveszem a PhD-t, hogy legyen Tears Up belőle. Talán ez lehet a jó taktika. Igazából nem sajnálom a pénzt, adományozni kéne, ez mi? 48 óra energia, erről beszélek. Jajjuk a PhD-t. Csak azért, mert alapból is most egész tűrhetőek a pirulák. Persze azt a Tildant leszámítva. Úgyhogy nincs szükségem PhD-re. Ezt már egyszer megkaptam. Nagyon vicces meg minden. Starter decket is már egyszer megkaptam. Lehetséges, hogy az lesz belőle, hogy a térképnél ma kell maradnunk. Ami nem feltétlenül rossz, de mondjuk rosszabb, mint a PhD szerintem, és mindenképpen rosszabb, mint például a Compass. Még tudunk szerezni egy csomó pénzt, hát itt meg főleg. Igen, olybá tűnik, hogy nekünk a Compassnél kell maradni. Illetve a térképnél kell maradni, nem a Compassnél. Oké. Okay. Fine. Van elég kulcsom, és remélhetőleg még lesz is. Ki ezt talán megéri, most kivételesen. Health-tak. Csak azért, mert visszafarmolom a kulcsot. Legalábbis jó eséllyel visszafarmolom a kulcsot. Nagyon szeretném visszafarmolni a kulcsot. Három piros láda? Tears down. Are you a wizard? Oké. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Talán megéri ezt a kulcsbegört játszani ezek szerint. Kicsit kulcspazarlásnak tűnhet, de úgy vélem, hogy a jövőben még lesz elég, hogyha nem válok meg a... Flatmanny trinketünktől. Ez csak ezt tudja? Nem tud adni rendes itemet? Már lassan elég lesz. Ott egy full health, sőt két full health pirula volt valahol, úgyhogy én ráérek. Amíg fel nem robban. Köszönöm Gimpi az sok kedvességet, amit ad. Jó, most robbant föl. Lássuk,
Sajnos a aranyládákat egyre nem tudom kinyitni. De ezekből még kaphatok kulcsot, hogy ki tudjam. Pheromones. Még egy kulcs. Kezd egy kicsit röhelyessé válni. Pókok. Na, ez az első rossz piros láda. Legtöbbször sajnos pirulákat kapunk. Mario Wizard. Oho, wow. Pénz nem, illetve a cent nem nagyon kell, bár... Lenne eszem, akkor nem venném őket föl először, hanem... Mennék adományozni, amennyit csak lehet. Hát pénzre most már biztos, hogy nem lesz gondunk. Rengeteg jó sokat elfogad most. Legalább 600-ig szeretném föltornászni. Ez az a kör, ahol megengedhetem magamnak, hogy akár több százat is bedobjak, hogyha ez így folytatódik. Ott van még egy full head pirula, ott van egy IV bag. Store upgrade. Na, pont meg lett a 600. Elég is lett neki. Oké, ez is egy breaking-szerűség, azért nem egészen. De azért elég szépen néz ki ez a szoba. Oké. Itt igazából kifarmolhatnék egy goldheadet, hogyha folyamatosan piros ládákkal dobálózik. Oh, csak ne robbanja föl magát, inkább saját magamat robbantom föl, hiszen rengeteg soulheart van. Erre-arra. Ja, úgyhogy farmoljuk ki a goldheadet. Nem tudom, hogy lehetséges-e. De az utánpótlás úgy tűnik megvan. Ott van még egy full health pirula, és ott van még egy full health item, a blood bag. Amit nem szívesen vennék föl, hiszen az 5 spirit heart az... Pont jó. Ó, lehet még egy gapit is kifarmolunk így a végére. Kétharmad gapi. Véletlen felvettem. Csak túl sok minden van már itt. Örülök, hogy ennyi mindent ad. Ez valóban úgy tűnik, hogy nem tud rendes itemet adni, csak ládákkal dobálózik napestig. Ez mit tud? Wheel of Fortune. Egyelőre maradjunk annál, hogy eltudom a full health, aztán farmolok még kulcsot. Lesz ebből megint egy jó pár. Hogy egy gapit kifarmolok, akkor ezt a kört megnyertük. Nagy térétünknek és nem rossz sebzésünknek köszönhetően. Most jól elcsesztem, mert fölvettem az ankot, úgyhogy nem vettem észre. Na még egyszer. Ez így már mindjárt más. Wow. Éből, köszönöm. Lassan egy rerollt megérne ez a szoba, csak nem tudom rerollolni ezt a szobát. Kénytelen vagyok ezt is fölvenni. Még több kulcsot farmolni. Nem adja ide a goatheadet, mi nagyon-nagyon szomorúak leszünk. Amennyi kulcsot beleöltem ebbe a baggerbe. Slot machine-ből mondjuk farmolhatok. Ó, még van is egy rerollom, elvileg nincs. De a slot machine-ből farmolhatok full health pirulákat. Ha minden kötél szakad. Jó, ez nem lényeg. Hál' Istennek. Meg hát... Lehet, hogy még piros szívet is találok mondjuk a boltban. Hat. Hova lett? Mi ment te? De rossz vagy. Itt hagytál a cserben. Ez magician. Ez full. Hova lett a... Wheel of Fortune. Ah. Örülök, hogy nem ez is nem a... Örülök, hogy ez is nem a Fortune Teller. Triple roll miatt megérni az a... 48-ra energy pirula. Pénzem, mint a pejva. Ezek amúgy még feromon pirulák. Kulcsa nem lesz gondom. Úgyhogy gyerünk, egy 48-ra energia pirula is.
Boldog emberek vagyunk. Akkor mégiscsak a megelégszik a kulcsos begör, mondjuk, hogy ennyi láda után már esélyes volt. Ez nem az a pirula, amit szeretnék látni. Hiába dobtál már belőle hármat. Ne robbanj föl. Oké, tears down. Full. Talán az a legjobb. A következő szintén akarom használni teleportként. Én figyelj, ráérek. Add ide azt a kívánt pirulát, és minden meg van bocsátva. Oh. Hát nem siet, az biztos. Lassan 3 orbitalt kifarmolok magamnak közben. Sőt, kismázival már meg is lehetne. Na, hát erről beszéltem. Oké. Okay. Triple reroll. Még egy triple reroll. És elviszem mind a hármat. Hiszen van még mit rerollolnom a bossnál. És lassan-lassan elhagyjuk ezt a szintet. Most már éppen itt lenne az ideje. Oops. Robert Cement Last Contact plusz homing bombs, ami még meg is pörköli az ellenfelet. Ez azért nem sikerült túl rosszul. Nem lett belőle Goat Head, reménykedtem benne. Azon kevés alkalmak egyike volt, amikor végre tudtam is használni valamire a kulcsos beggert. Nincs más dolgom itt, így igaz. Hát farmoltok egy jobb pirulát, akár megint egy 48 óra energiát, az bevinni azért a... Bevinni az angyalhoz nem kis teljesítmény, nem kis előny. Meg hát itt hagytam vagy 5 centet, vagy 7-et inkább. A fehér-piros, a sima fehér-piros. Ez képtelenség, már megint idatta. Te meg kicsit korán jöttél. Nem merem eltolni, az az igazság. Hát ez baj, mert így már nem fog előkerülni a ládában, ez biztos. Úgyhogy könnyes búcsút veszünk Undefined-tól. És megyünk is tovább. Oké. Okay. Jó lesz, jó lesz. Elég lesz ebből a szintből. Szép lassan. De az egy picit tovább tartott, mint gondoltam. Az itt robbangassunk föl pár gombát. Az pheromons, meg egy Aria Wizard. Igazából annyi bombánk van, hogy egy-egy gombára is elhasználhatjuk. Hogyha úgy van kedvünk. I found pills, speed up. De most már egy picit sok lesz. Vegyük el Little Steve-et is, ha más nem tehetünk, úgyhogy megint megtettem, úgy érzem, mindent. Oh, hello. Ez megint nagyszerű lehet, ha és amennyiben tudunk cent farmot biztosítani magunknak. Nem feltétlenül kell egy IV bag. Túl hamar ide adtad kicsit. Úgy érzem, úgyhogy... Inkább még egyelőre nem veszem fel. Az nem egy rossz item, főleg, hogy a harmadik orbital lenne. Úgyhogy... Tulajdonképpen mivel alig van rerollom, valószínűleg annyi maradt, hogy fölveszem és kész. De ezen a szinten nem szükségszerű, úgyhogy megvárhatom a szint végét. Addig most már nem fog beled dögleni abba, hogyha nincs egy Swarm Protectorom. Könnyű szoba után könnyű szoba. Rubber Cement egy nagyon-nagyon vicces item tud lenni bizonyos szinergikkel. Ebben a körben valószínűleg nem veszek fel se Brimstone, se Mom's Knife-ot, se Technology, se semmit. Legyen ez ilyen rendes, könnyes kör. Csak azért, mert vicces, és azért lehet egy jó szinergit összehozni. Minden adott hozzá. Oh, wow. Wow. Sharp plug, léci.
Most vagy soha. Sáplagot innentől kezdve megkapjuk, akkor csak egy angyalszobába kell bejutnunk. És ennyi. És mindenki boldog. Jó, ez a sok kulcs, mondjuk már nincs kulcsbegör sajnos, ahogy mondtam. Léci, ne gríd. Léci. Ott van! Ott van! Hol rohadjon el, aki kitalálta, hogy ennyit kell érte baszakodni. Na most már csak egy angyalszoba, srácok. Érzitek, érzitek ezt a elképesztő lehetőségnek a súlyát? Fél darab piros szívért tudok rirollolni. Vagy illetve fél szívért. Van 11 és fél. Ami 22, 23 riroll, hogyha úgy van. 23. Elég lenne szerintetek? Szerintem nem kicsit. Szeretnénk azt az angyal szobát? Hát kevés dolgot szeretnék jobban. Most az életben. Persze az előző szinten kaptunk special roomot. Úgyhogy most valószínűleg nem fogunk megint, ez rossz hír. De hát úgy érzem, hogy ezzel kell most már beérnünk. Úgyhogy ezen a szinten nem fogunk kapni, a következő szint lesz nagyon fontos, illetve a WU megy. És igazából nekem tökéletesen jó a WU 2-ben is. Hiszen a szoborból is kapok itemet, amit igazából nem kell fölvennem, mint eddig. Simán rirollolgatnom kell. Amennyiszer csak akarom, gyakorlatilag. Úgyhogy igazán megjelenhetne az a rohadt angyal. Nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha előkerülne most már. Ez... Tudom, hogy ezt már mondtam legalább kétszer, de tényleg most vagyunk a legközelebb a Godhead-hez. Ami azért mondjuk Last Contact-tel egy elképesztően jó synergy. És hát egy itemre vagyunk Gapitól is. Nincs sajnos, van itt egy Magic Mush. Itt lehet, hogy hülyén hangzik, de egyelőre nem akarok fölvenni. Valahogy meg kéne szabadulnom a piros szíveimtől. Szóval túl kevés... túl kevés nem piros szívem van, akkor nem lesz elég arra, hogy special roomba tudjak jutni. Ami nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma lenne most. Többször nem mondom el, hogy miért. Ez az az item kombináció. Wafer Sharp Plug D6. Ami kell a gyakorlatilag Infinite Rerollhoz. Mégis feltettem a Smart Flight. Úgyhogy itt az idő most vagy soha. Most nem kezdem el szavalni a nemzeti dalt. Hiába utaltam rá egy fél mondat erejéig. Curse Room, ez nagyon jó. Piros ládák nekünk most különösen fontosak. Plusz egy reroll, csak nincs mit rerollolni. Valószínűleg a Magic Mushroomot amúgy sem, illetve így sem fogom. Hát, túl szép lett volna, hogy igaz legyen. Nagy hülyeség lenne a Magic Mushroomot rerollolni, annak ellenére, hogy nem segítem vele az ügyemet, hogy felveszem túl sokkal. Hiszen három találatot kaphatok be egész Necropolis 2-n. Ami úgy nem nagyon sok, ezt gondolom mindenki átérzi. És már lehet itt grid, nem érdekel, de nincs. Ez plusz egy találat, sokat jelenthet. És nem rerollok semmit. Egyelőre. Legalábbis. Oké, hát a DPS-ünkre nincs panasz, nem lehet panasz, elképesztően jó lesz. Illetve már most is elképesztően jó. Igazából mind offenzívában, mind defenzívában elképesztően jók vagyunk. Három orbital, last contact, stb. Stb. Meg egy éből már megint. Egyszer nem volt elég átrollolnom? Fuck. That was Pearl.
Az sajnos nem faith tapos trinket, pedig nagyon örülnék neki. De valószínűleg a Mom's Pearl most már mostantól kezdve nekünk már jobb. Oh. És bár penetrative shotunk is van, plusz rubber szemen. Ami nem működik együtt, úgy tűnik. Úgyhogy az baj, de a speed up részét még is megkaptuk. Még nagy ostobaság lenne bossra menni. Kérlek. Most ne okoz csalódást egy rohadt ördögszobával, miután kétszer is elpasszoltam az ördögszobát. Egyszer a Gapit passzoltam el, a Nine Lives-zal. Hiszen az már mostanra már a harmadik Gapi itemünk lenne, és biztos, hogy felvettem volna, hiába lett volna akkor még csak a második. Nine Lives csak túl jó, hogy ott hagyjuk. Nagyon furcsa, de health dump piruláknak örülnék, bár valószínűleg láttam már az összes pirulát a rotációban, és nincs health dump pirula, úgyhogy... Hát mert valahogy meg kell oldani. Vagy szerezni kell egy Goathead-et. Na. Azért mindennek van egy határa. Itt nem fogunk sajnos, egy kulcsos beggar kéne. Vagy egy jó curse room, ami még lehet a szinten. Ezektől egyáltalán nem kell tartanunk. Ez nem az a nap. A last contact miatt. Small rock esetleg? Nagyon köszönöm. Nagyon együttműködöm a Troll Engine. Muszáj lesz egy rerollt még összeszednem. Nem nagyon sérültem még ezen a szinten, ami elég meglepő. Ez mégiscsak egy Necropolis. De hát mondjuk 3 orbital plusz last contact-tel majd, hogy nem művészet megsérülni. Oké, menjünk az bosshoz. Lesz reroll. Lesz bomba. Kérlek. Hiába kék anya, ez nem kéne, hogy baj legyen. Úgyhogy... Hát, hajrá! Angyalszoba. Kérlek. Ne okoz csalódást. Teljesen mindegy, hogy milyen, csak angyalszoba legyen. Miért, ördög? Miért? Goathead. Fucking Goathead. Lehet ilyen kibaszott... utálom ezt a játékot. Hát akkor már csak nagyjából egy lehetőségünk lesz Boom 2-n. Akkor végre sikerül összeszedni ezt a rohadt Synergy-t. A legjobb Synergy-t a játékban. És képtelen adni egy rohadt angyalszobát. Ja, ez a játék troll. Ez a játék egy kibaszott troll. Miért passzoltam el a Nine Lies-t? Nem is értem. Teljesen fölösleges volt, tök mindegy, az angyal nem hajlandó előkerülni. Pont most, amikor a legfontosabb volna. Curse Room. Még mindig bízom abban az piros ládában, hogy egyszer földobodalva szeretné. Na, ez nem fog. Elcsértem egy Soul Heart-ot egy fél Black Heart-ra. Ez nem volt a világ legjobb üzlete. Ezt mondjuk annak köszönhetem, hogy túl sok piros szívem van. Egy lövés. Na, igazából másfél, mert ezt is egy félnek számolhatjuk ezt a szintet. Troll Engine, kérlek. Bejutunk az angyalszobába és Godhead-ünk van, ez majdhogy nem garantált. Ugye átérzitek a súlyát ennek a körnek. Hát vissza kéne mennem a... Ja, feltétlenül vissza kéne mennem a Curse Room-ba. Tényleg. És mondom, mindegy, hogy nincs a következő szinten itemben. Fölrobbantjuk a szobrot, ott a kulcs, azt rilololhatjuk, amennyiszel akarjuk. Úgyhogy... Most már nem rajtam múlik. Én
Én ellenálltam a kísértésnek, nem vittem el ördög itemeket, semmit. Mármint az ördögtől. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy mi a fenét kéne még csinálnom ezen túl. Boss of Steel totálisan értéktelen. Oh, Headless Horseman, finom. Finom ellenfél. Finom és nem túl nagy, nem túl erős mostanra. Úgyhogy kérlek csak pusztulj meg. Kérlek. Kérlek. Bejött a fél próbálkozás. Oké, nem baj. Akkor csináljuk. Én ráérek. Rengeteg HP-m van, van egy Balls of Steel-em is, hogyha kell. Nem gáz, hogy nem dobja ki elsőre senki. Nem haragszik emiatt. Istenem. Istenem! Oh my fuck! Ott vagyunk! Holy fucking crap! Kicsordult a könnyem is. Még egy full health-t is kapunk csak, hogy biztos egy Sacred Heart-ot is ki tudjuk magunknak pörgetni mellé. Fú, nehéz volt végigmondani ezt a mondatot egy szusszal. Srácok, ez az a kör. Végre ez az a kör. És bejött az a taktika, hogy a boltot addig pörgetjük, amíg megkapjuk a sharp plugot. El sem hiszem. Én ráérek. What? Ez már nem is Angel Room. Most item vagy az. Nem kaptunk Dead Sea Scroll-t se. Mindegy, van Balls of Steel plusz full health pirulánk. Úgyhogy teljesen lényegtelen. Hol lett a Sacred Heart a poolból? Biztos, hogy nem pörgettem túl, ugye? Vagy ezek is benne vannak? Stigmata még lehet. Furcsa. Oh. Ja, valahogy lemaradtunk a Sacred Heartról. Valószínűleg nem adja ide a Godhead-del együtt, mert túl jó lenne. Hát akkor még rirolgassuk egy párszor. Van még kinn egy full health pirula, meg még egy Balls of Steel. Valami, amíg valami jót kapunk. Igazából ezt tudom, nyilván felveszem mondjuk a Trinity Shield-et, vagy a Holy Mantle-t. Vagy valamelyik egészen OP angyal itemet. Gondoltam, hogy Godhead Sacred Heart összejöhet, de nem volt hajlandó. Ó, köszönöm Gimpi, úgyhogy már nem tudom, valami 15. sérülésre, vagy mit 15. már a 20. sérülésre képes volt eladni egy darab itemet. Jó, vegyük fel a Blood of the Martyr-t, mert miért ne? Azt hiszem, hogy igazából ezt is irolgatnám párszor. Ups. Kár volt eltolni a full health. Oké, ez egy win. Gondolom ez most már senkinek nem kérdés. Oké, ideje már nem volt az, még egy gapit kéne szerezni. Valahonnan. Nem tudom, hol... mi az? Halo-t már átpörgettük, arra nem számíthatunk. Ho... Ez... Shot speed down, health up, tears up.
Oké. A Hellsap nem különösebben érdekel, de ez úgy jól néz ki, gondolom. Nem kell ezt túlzottan ecsetelni. Itt van még egy Full Health, esetleg gondba kerülnék, amire nincs sok esély. De ez egy három liról a Full Health pirula, úgyhogy majd a ládában, úgyhogy elképesztően jó kombinációt össze tudunk hozni. És mekkora nagy élmény, hogy ma sikerült a Godhead, amikor még mellé mindenféle finomságot össze tudunk szedni, hogyha esetleg úgy tartja kedvünk. Nagyon finom lett volna ez egy 100. epizódnak, és attól az még egy picit messze vagyunk. De hát ez így, ezt nem kell magyarázni, gondolom, ami így zajlik. Justice, igen, így van. Igazság volt ez. Annyi sok szenvedés után itt vagyunk. Isten, magának, Istennek a könnyeivel. Ő így sír. Jó. Három szobát teljesíteni kell, csak nulla charge-nál működik a sharp plug. Ja, és pont most ezzel eszembe is jutott, hogy miért nem jó ötlet a 9 voltot felszedni a sharp plug-gal, hiszen ahogy mondtam, a sharp plug nulla charge-al működik, viszont a 9 voltnak az a tulajdonsága, hogy minden használat után egy charge-ot automatikusan ad. Ergo sose vagy nulla charge-on, ergo a sharp plug használhatatlan. Ezért nem éri meg a 9 voltot felszedni sharp plug-gal, illetve hogyha sharp plug-os kört akarsz, akkor kihagyni a 9 voltot. Valami, egy harmadik guppy itemet kipörgetek magunknak, hiszen megtehetem. Illetve az egy harmadik guppy item volt, hát mi? Jó, teljesen össze vagyok zavarodva. Akkor vigyük. Hát minek nekem ennél jobb? Isten macskája. Miután felszedtük Isten fejét és Isten könnyeivel rendelkezünk, átalakultunk kb. Isten macskájával. Ja, ez egy egész... Egész... Wow. Egész tűrhető kör. Úgy anyuka meg fog halni. Ó, hogy elment, hogy csinálta? Gyere vissza. Úgy né. Megy ez, pusztulj meg. Jó, hát nagyon kíváncsi vagyok a ládára. Nyilván Isaac meg fog halni, ez nem volt kérdés. Nagyon kíváncsi vagyok a ládába, milyen itemeket tudunk még összeszedni. Spoonbender nagyon fán lenne. Úgyhogy lehetséges, hogy az lesz az elsődleges célpont. Köszönöm, de nem kell. Ládában gyakorlatilag olyan itemet pörgetek ki magamnak, amit nem szégyelek. Negyedik guppy item. Még épp időben. Ja, rerolloljuk, miért ne? Hát ez epikus. Ez szú. Könyvfakasztó szó szerint. Remélem átérzitek, hogy mennyit szenvedtem ezért a szarért. És nem csak arra gondolok, hogy mennyi idő volt megszerezni a Godheadet, hanem milyen sok idő egyáltalán összehozni Lost-tal. Mennyi kinkeserves próbálkozás kell hozzá. Ezért, hogy ezt lásd. És utána még kellett vagy, hát nem is tudom, 6-7 kör legalább ahhoz, hogy önmegtartóztató életet folytatva, életmódot folytatva, lemondva minden egyes átkozott ördögüzletről, végre ide jussak, hogy fel tudjam venni ezt az itemet, amire ezt az egészet csinálom. Már egy jó ideje. Igen, a Tyszek meg fog halni, nyilvánvaló. Ez nem volt kérdés. Úgyhogy irány a láda, ez egy epikusan gyors katedrális volt, és nem volt túlságosan nehéz, hogy finoman fogalmazzak.
Ez Tears the Down, nagyon sok Tears the Down, úgyhogy inkább hagyjuk szerintem. Ám bár, jó lesz nekünk. Fuff, az aura az rengeteget sebez, többet sebez, mint maga a könny, úgyhogy lehet, hogy a Spoonbender annyira nem is jó ötlet, ebbe így belegondolva. Gondoljunk még egy párat. Ez nem is olyan rossz. Ez inkább, mint ez, inkább ez, mint a Spoonbender. Na jó, ezt ki kell próbálni. Üdvözlöm bárkit, aki belemerészel ebbe menni. Oh, azt a minden itt mi van itt. Emberek és jelenlévők. Ez fantasztikó. Oda néz, mennyi HP-juk van ezeknek. Túlélnek nem tudom hány könnyet. Isten könnyéből is. Ja, lesz meg a sátán kill, hogyha ez valakit lázba hozott. Azért jöttem én lázba a Death Key-től. Au. Au. Illetve hát lehet, hogy megöl meg a sátán, amiket nem tartom valószínűnek. De igaz is lehet. Egy halom itemem lesz rerollolni. Csak bírja a HP-m szusszal. Oké. D20. Lehet akkor... Ja, lehet az ilyen érméket és hasonlókat meg kéne tartanom a földön. Egy olyan szobában, ahol van is ennek értelme. Mondjuk egy olyan nagyon sok grides quad szobában, mondjuk olyan nincs. Elapvetően nincs quad szoba. És ilyen egy centeket fölösleges rollolni, bár ugye D20-szal is kb. Annyit rollolok, amennyit nem szégyellek. Főleg, hogyha még full piros szíves Super Secret Roomot találok, akkor aztán micsoda muri lesz itt. Lehet, nem lesz ez egy rövid kör, megint egy óránál járunk, és tényleg ez tipikus 100. epizód gyanús kéne, hogy legyen. De ez nem a 100. epizód. Nem tudom, hogy azt a 100. része fölül tudom ezt múlni, vagy fölül lehet ezt egyáltalán múlni valaha. Én gyanítom, hogy ezzel elértem a Reverse pályafutásom csúcsát. Valaki fölrobbantott. Főve a Steam-szét, mondjuk azt garantáltam, hogy nagyon nem kéne, hogy többször dobja Greed. Ezáltal most már legközelebb érméket fog dobni, hogyha megtaláljuk. Ez három consumable, ez eddig a legjobb. Pump's Brain, milyen vicces. Rerolloljuk instant. Oké. Okay. I guess. Oké. Okay. Ez de vicces. Tirzapoknak még azért örülnék. Úgyhogy reroll-oljunk egy párat. Azért túl kevés HP van, nem akarok bevenni meg a sátához. Legyen! Ha már mondtam, hogy legyen, akkor legyen. Monster Manual nem feltétlen az állt, amire szükségem van most. Infamy elfér. Maligennek nem látom értelmét. Jó. Ez a kör, atya, Isten. Egy Capricorn még jól jönne. Nem tudom, hogy volt-e már, lehet, hogy az angyal szobában már láttuk, és akkor le kell róla mondani. Ez jó nekünk, ha full health ad, nem ez egy tears down, arra pont nincs szükség. Sok HP már nincsen, annyira nagyon... na ezt nem, bocsánat, de... Ennek van jelentősége? Majd mindjárt kiderül. Nem tudom felfogni, mi zajlik itt. Ennek már nincs jelentős, ez hosszabb távon lenne elképesztő OP. Igazából, mondjuk lehet be kellett volna mi... Óha! Óha!
Ez vicces, meg minden, de nem biztos, hogy ezzel most segítettem a körünket. És kéne egy pyromaniac. Csak hogy ne üssem vissza ez a dolog. Megint éből, már vagy harmadjára látlak. Kezdlek egy kicsit unni, ez jó lesz. Nem tudom, My Reflection plusz ipekák mennyire volt jó ötlet. Mondjuk homing térünk van, úgyhogy ha mákunk van, akkor elkerül majd minket. A saját lövedékünk, legalábbis remélhetőleg. Aha. Még le se érkezik a könny, és már az aura megöli az ellenfeleket, ez így mondjuk elég érdekes lesz. Ups. Ups. Nem tud leérkezni, fölrobbani, már meghal minden és mindenki. Mi a fene ez? Ez a rebirth? Vagy ez a jutalmam a sok... Oh. Ide behozzuk a D20-at. Egy pár full health pirulának örülnék. De pár elem is már azért sokat segítene az ügyünkön, bár egy elem gyakorlatilag egy fél piros szív. Vegyük fel az egy egész piros szívet, az még két reroll. A fél az nem éri meg szerintem a pedestalt. Az ugye nem a full health, nem? Az nálam van, látom ilyen színű, úgyhogy... Oh. Ez mi? Destruction! Ah, a Soulheart még hasznos is lehet. Aztán lassan itt is rollolhatnánk, hiszen Secret Room Item Poolból még azt hiszem hiányzik egy pár, talán. Oké. Okay. Ez megint a Destruction. Nem, a cancernél jobb trinketünk nem lesz. Na most... Azért nem teljesen veszélytelen, amit én itt csinálok. De meg már nem is kell visszajönnöm többet. Mínusz egy életerő. Are you a wizard? Nem. Nem vagyok mágus. Nem tudom mégis, hogy sikerülhetett ez annak ellenére, hogy nem vagyok mágus. Hova lett a D6? Ja, itt van. Super Secret Room, sok piros szív, vagy Slot Machine, vagy akármi. Nem tudom, hol lehet a Super Secret Room, de próbáljuk már megtalálni. Kérlek. Hát a Eternal Heart az plusz egy reroll, I guess. Az a baj, elcsesztem a rerollokat. Hiszen csak nullánál működik. Jaj. Oké, okay, mindegy. Előbb nézzük meg Blue Baby-t. Vagyis hát... meghalt. Mint ha úgy látnám. Nem lesz már több reroll. Illetve, hogyha találok egy elemet a... D20-assal, akkor még lehet. Bár nem nagyon szeretnék már igazából semmit. Mindent megkaptam, ami lehetséges. Most annyira azért túlzásban nem akarom vinni. Hangman. Igazából ledobom ezeket valahol, ahol van alapból is valami. És a Hangman rerollolni tudom. Mondjuk itt. Nyilván a Cancert nem fogom. Az egyiket muszáj lesz fölvenni. 48-ra energiapirula vagy egy elem. Ezek közül valamelyik kéne. És már teljesen kifogytunk a lehetőségekből. Oké, ez jó lehetne, de nem az. Hát jó, ennyi lesz ez a kör, illetve hát még megölöm meg a sátánt. Azt hiszem ez lesz az egyik legunfairebb meg a sátán csata az ő szemszögéből. Gyere! Tudom, hogy erős vagy, vagy hát annak gondolod magad.
de meg se jelenik az ellenfél, és már meghal. Mi van itt? Atya Isten! Most magamat robbantottam fel, van egy olyan érzésem. Ja. Áó, megint, de most az a baj, nem láttam saját magam. Álljunk közel és itt halljon meg. Ennyi volt. Felfoghatatlan mi zajlott ma, emberek, ez... Nagyon-nagyon sokáig az életem egyik legjobb Rebirth körre, sőt, gyakorlatilag a legjobb Rebirth kör, úgyhogy... Nem tudom, hogy van-e még feljebb, de megpróbálom kiderítni. Természetesen ez nem jelenti a csatorna végét és a Rebirth sorozat végét, messze még az. Úgyhogy hát köszönöm a figyelmet, remélem legalább annyira élveztétek ezt a kört ma, mint én. Hát, felfoghatatlan dolgok történtek, úgyhogy... Megyek, meg is próbálom feldolgozni a látottakat. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Sziasztok!